Sokat spórolhatnak, akik időben lépnek. A koronavírus miatt akár 5 millió forinttal is csökkenhet a fizetendő adó, ha ezt legkésőbb július 17-én, vagyis pénteken lehet kérni az adóhivataltól. Az adóügyekért felelős államtitkár tájékoztatása szerint március 11-e óta négyből három méltányossági kérelmet helyben hagyott az adóhivatal. Ebben a statisztikában az összes fizetés könnyítési kérelem szerepel, még azok is, amelyekben egyáltalán nem hivatkoznak az adózók a koronavírus nehézségeire. A péntekig benyújtható koronavírusra specializált kérelemnél az elbírálási arány még ennél is kedvezőbb. 82 ukban született pozitív az adózó kérését helyben hagyó döntés. Hiszen Norbert szavai szerint egyébként az igényelhető méltányosság szabályai egyszerűek, Ráadásul az eljárás ingyenes minden adózónak, így például még a cégeknek is. A 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi fizetési halasztás mindegyik adófajtára kérhető, pótlékmentes és 5 millió forintos tartozásig vehető igénybe. Csak azt kell eldönteni, hogy a két kedvezményfajta közül melyiket szeretné igénybe venni az adózó. A speciális lehetőség keretében a munkavállalótól levont járulékra és eszijára is járhat a kedvezmény, valamint a vállalkozásoknak lehetővé teszik az akár 5 millió forintos összegű adócsökkentést is. A cég által választott adónemben az adótartozása 20%-áig, de maximum 5 millió forinttal mérsékelheti az adóhivatal az egyébként fizetendő adót. Azoknak, akik adóügyeiket intéznék, fontos tudniuk, hogy Nyíregyházán a napokban elköltözött a NAV szabadságtéri központi ügyfélszolgálata, így ideiglenesen az Egyház utca 13 szám alatt fogadják az ügyfeleket.